Varangyvizsgálat következik. Azért támaszkodok ilyen magabiztosan ezen az autón, mert ez a saját céges kis varangyom. Varga Tibor vagyok, ez itt az autóvizsgálat.hu. Olyan apropóból hoztam el ezt az autót nektek, mert első ránézésre azt gondolná bárki, aki diagnosztizálja ezt az autót, hogy órát pörgettek rajta, ugyanis a motorvezérlőben 50 ezer kilométerrel több van, mint a kilométer órában, de meg fogjátok látni, hogy nem minden esetben órapörgetésről van szó. Akkor, amikor egy ilyen eltérést láttok, tartsatok velünk! Ez az autó egy 2012 évvégi van, vagyis kétszemélyes, és azért vásároltam, mert kellett egy környéken rohangálós, gázolajpárával elketyegő céges kis teherautó, ami hurcolja a seggemet és a műszereimet. Tulajdonképpen ennyit kellett neki tudnia, és külön boldog voltam, hogy megtaláltam ezt a konkrét példányt, ugyanis ebben 140 pár ezer kilométer van, és valóban annyi van benne. Meg fogjátok látni az állapot, gyönyörű állapotban van. Az előző gazdája egy pici cég volt, ahol egy csomó minden pluszba ráköltöttek, ami nem feltétlenül műszaki dolog. Tettek bele androidos fejegységet, tolatókamerát, kihangosítót, tehát egy halom olyan cucc van benne, olyan plusz extra, ami a gyárilag még gyárilag nem volt benne. Úgyhogy mindenképpen egy megvigyázott autóról van szó. Nagyon olcsón lehet ezekhez a benekhez egyébként hozzájutni, és egyébként valójában, ha valaki egy utast visz, vagy saját maga használja, saját maga vezet, akkor tulajdonképpen elég tud lenni. Na de nézzük is meg, hogy pontosan miért vásároltam meg pont ezt a kocsit. Adott tehát egy Fiat Grande Punto, aminek akkora így a csomagtartója, hogy nincs hátsó ülés, hogy gyakorlatilag nem érem el a csomagtartó végét. Egyébként, hogyha itt benn van a kalaptartó, akkor nagyon nehezen pakolható, minden előre csúszik, és nagyon nehéz onnan előbányászni bármit is, de egyébként tervezem, hogy lefóliáztatom, és kiveszem ezt az egész hóbelevancot innen. Sokkal jobban használható lesz ez a csomagtér tulajdonképpen. Nekem a diagnosztikai műszerem, a táskám, illetve egy-két kis motyom bőven-bőven elfér itt, és hát így ugye maradt a két személy. Apró cuccoknak egyébként itt a hátsó lábtér előtti részen is bőven van hely, tehát ide még lehet pakolni táskát, bármit. És itt ugye látható a dealer által beépített doboz vége tulajdonképpen, ami a raktérnek is az eleje egyben. A beltér egyébként magáért beszél, mert gyakorlatilag szinte újszerű állapotban van, úgy az ülés, mint a műanyagkormány, illetve minden más. Annyira rendben van ez az autó belülről, hogy nincs messze akár egy újszerű esztétikai állapottól. Azért azt tudni kell, hogy 10-12 évesen azért egy ilyen céges kisteherautót általában rommá rúgnak. Tehát cafatokba szokott lenni az ülés, benne van a világ összes kilométere, rongyá van kopva a kormány, a váltógomb, szanaszét karcolva a műszerfal. Itt nyoma sincs semmilyen ilyen dolognak, látszik, hogy azért erre az autóra bőven vigyáztak. Mint mondtam, vettek bele egy ilyen androidos gyári mérethez passzoló fejegységet, ami tök menő dolog navigációval, mindennel. Azért ez se gyakori egy ilyen kis csuti kis teherautóban, általában ezekre semmit nem költenek. Illetve van egy kihangosító utólag szintén beépítve, aminek itt van a mikrofonja, és egyébként az extra listánk majdnem véget is ért, van benne egy mechanikus klíma, egy multikormány, két elektromos ablakemelő, elektromos tükrök, és kb. Körbeértünk. Ennyi az extra egy ilyen kis autóba, de szerintem nincs is szükség másra. Egy ilyen jószágba ez bőven elég. Ezt a kis 1.3-as multijet motort nagyon sok autóba szerelték, Fiatba, Lancsába, Opelekbe, Suzukikban, tehát rengeteg autóban teljesít szolgálatot, és valamiért az emberek mindent szídnak, többek között ezt is, pedig nincs is olyan sok gond velük. Az üzemanyagrendszer egy elég jó golyóálló, ez nem azt jelenti, hogy örökké fog menni, hanem hogy viszonylag sokáig bírja. A legtöbb gondot általában a vezérműlánc szokta okozni, de az is a hanyag használat miatt, mert egyrészt nem cserélnek gyakran olajat, 30 ezerenként van előírva maximálisan az olajcsereperiódus ezeknél az autóknál. Biztos, hogy nem engedném el 30 ezerig az olajcserét, de hát rengetegen megteszik, főleg egy céges autóban, és csodálkozunk, hogyha idő előtt tönkre megy a vezérműlánc. Egyébként nincs is megadva hozzá egy gyárilag csereperiódus. Ha elkezd csörögni, ki kell cserélni, azonnal nem szokott elszakadni, meg átugrani, illetve az első modelleken, az első multijeteken előfordult, ezeknél egyáltalán nem szokott előfordulni, de ha csörög, akkor ki kell cserélni. Ha persze fél évig csörömpöl és süket a gazda, és nem foglalkozik vele, vagy nem hallja, igen, előfordulhat, hogy elszakad, de ez igaz bármelyik láncos motorra. Ezen kívül a turbó ugyanezokból szokott tönkre menni leginkább, hogy nagyon ki van tolva az olajcsere, és a nem jó olajminőség azt tönkre teszi.
Itt látható az autó motorvezérlője, erről majd később mondunk egy-két érdekes dolgot a diagnosztika során. Annyira igényes volt és következetes az autó volt gazdája, hogy minden olajcserét, illetve szervizt ilyen kis matricákon felirogatott a gépháztetőre is, illetve a motorra, és jól látható, végigkövethető. Itt látható az utolsó olajcsere, 137-nél olajat cseréltek benne, az olajszűrő, a levegőszűrő és a pollenfilter cseréjét ide felragaszgatta a volt tulaj. Mutassatok nekem egy céges autót, ahol ennyire következetesen követte végig az autó gazdája a szervizeket. Ez volt a legfőbb ok, amiért pont ezt az autót megvettem magamnak. Körbemérhetném az autót, egyébként már megtettem, de őszintén szóval egy ilyen autónál ez érdekli, azt gondolom, a vásárlókat legkevésbé, de két elemet fényeztek rajta, vászszerkezet nem sérült, igazából minimális sérülések voltak rajta a múltban, de ilyen 1-2 millió forint közötti céges kis teherautóknál valószínűleg ez senkit nem fog érdekelni. Nyilván, ha a gombócra törték volna, azt már jobban zokon venné bárki, itt nem ez történt. A motor viszonylag száraz alulról, meg a sebességváltó is, egyetlen egy helyről folyik az olaj. Hát itt lent lehet látni a végeredmény, de egész föntről jön, a magas nyomású tömítése engedi az olajat egy kicsit. Hát ez olyan mértékű, ami miatt én biztos szét nem fogom szedni, amíg ez nem lesz jelentősebb, gyakorlatilag le se ér az aljára a motorolaj, tehát egy minimális szivárgás van. Nem szándékozom vele különösebben foglalkozni, bár minden motor így nézze ki. Nincs különösebb teendő vele. Egyébként ezt leszámítva jó állapotú alulról az autó, a hűtők, a futómű, semmi nem lóg rajta. Egyedül a féltengely porvédők engedik egy kicsit a zsír, de itt se a porvédő van elszakadva, hanem a bilincs mögül jön ki egy kis zsír, ezt majd le kell takarítanom, és utána kell húzni egy kicsit. Nincs eléggé megszorítva a bilincs. Gyakorlatilag egyik oldalon se belül, se kívül, mind a két helyen ereszti a zsírt egy picit. Rozsda gyakorlatilag nyomokban sincs a padlólemezen. Ez az egyik előnyük az olasz autóknak. A fiatalabb, már fiatalabb, tehát azért 2008-10 után egyáltalán nem jellemző rájuk az, hogy rozsdásodnának komolyabban, vagy a korrózió megtámadná magát a padlólemezt. Nyilván nem az, amelyik az osztrák Alpokban töltötte az életét, de itt gyakorlatilag szinte rozsdamentes a padlólemez. Nyilván a futóművön látunk némi rozsdát, de egyáltalán nem jelentős, és hát azért érdemes megnézni ezt a hátsó keresztlengőkart, ez a büdös életben nem fog itt elrohadni. Kipufogón jól látszik, hogy benn van a részecskeszűrő, de ezt majd műszeresen is ellenőrizni fogjuk. Van az autón is egy utólag felszerelt vonóhorog, amivel elvileg 1300 kilót lehet húzni, hát ez egy kicsit azért erős egy ilyen teljesítményű autótól, de legalább van rajta. Mondjuk én biztos nem fogom húzásra használni. Nagyon jó állapotú négy éjszakos gumikkal van az autó felszerelve, hátul dobfék van, elő nyilván tárcsafék, mindjárt lejjebb engedjük. Amit cserélnem kell majd, ez egy fékbetét garnitúra, illetve a tárcsának már elég tisztességes válla van. Tárcsával együtt fogom cserélni az első fékbetéteket. Illetve még egy dolgot érdemes megnézni mindig vásárláskor, az pedig a lengőkar szilentek. Innen nagyon jól látszik, hogy gyakorlatilag újszerű, se repedés, se semmilyen kár nem látszik rajta, gyönyörű állapotban vannak. Az olasz autóknak nem erősségük az elektronika, nagyon gyakori a motorvezérlő hiba, úgy benzines, mint dízel motoroknál. Hát ennél az autónál is nagyon jól látszik műszeresen is, hogy motorvezérlőt cseréltek. Már a diagnosztikai műszer kapcsolódásánál egyértelműen kiderül, hogy nem stimmel a motorvezérlőnek az alvás száma, és egy Punto Evo-ból van, 2009-es, az autó kódja is látszik, és kérdezi a műszerő biztos, hogy ezt akarjuk diagnosztizálni? De hát igen, ugye ez az autó, ez 2012, hiszem 11. havi. Tehát ez egy bontott motorvezérlő lett belerakva, ami egyébként semmi baj nincs, tökéletesen működik az autó, de ebből azonnal látszik, hogy cseréltek már egy motorvezérlőt. Zárójelbe hozzáteszem, hogy nemrégen vizsgáltam egy egyéves Mustangot, amiben már motorvezérlőt cseréltek, tehát nem olyan ritka dolog ez, meg olyan ördögtől való dolog ez. Hát egy Fiatnál meg még inkább ez előfordul. Hibakódunk egyetlen egy van az autóban, a rádiót nem látja a vezérlő. Hát persze, hogy nem látja, mert ki van cserélve egy androidos fejegységre. Utólag ezzel sincs semmi probléma, tökéletesen működik. Meg tudjuk azt is nézni, hogy hány kilométer volt a motorvezérlőben, mármint abban, amit most beleraktak. Na, a legfontosabb, amit mutatni szeretnék,
Az a motorvezérlőben lévő óraállás, ez 196.288 km. Ebben az autóban nem pörgették az órát, hanem motorvezérlőt cseréltek, ezért van körülbelül 50.000 km eltérés. Azért az autóban jól látható, úgy esztétikailag is, meg műszakilag, hogy ebben tényleg 140.000 km van. Úgyhogy itt ez nem egy óra pörgetés, bár azt gondolhatnánk, hogy 50.000-et pörgettek. Egyrészt minek pörgetni 50.000-et? Ha már pörgetnek, akkor legalább egy 100-as szoktak. Másrészt pedig itt nem erről volt szó. Nem azt jelenti, hogyha nem stimmel a két érték, tehát a motorvezérlő meg az órás értéke azonnal, hogy valaki zsiványkodott, hanem ez lehet például egy motorvezérlő csere is, mint jelen esetben. Egyébként, ha már beléptünk, itt jól látható a négy korrekciós értéke a négy hengernek, illetve a porlasztóknak. Nagyon jók az értékek mind a négynél, és egyébként úgy jár ez a kis motor, mint a doxa óra. Tehát mindenkinek üzenem, aki nagyon fél az 1-3-as ETD-től, meg egyébként mindentől, hogy tök jó kis motorok ezek, csak karban kell tartani, vigyázni kell rá, meg nem biztos, hogy 600.000 kilométernél kell elvárni tőle, hogy megbízható legyen. Ha idejében lánc van cserélve, EGR szerep tiszta, olajat cserélnek benne, tehát nem 30.000-enként, akkor ez egy megbízható motor tud egyébként lenni. Ebben az autóban semmi nincs kiherélve, a részecske szűrő is benne van. Láthatjuk, hogyha a gázra lépünk, emelkedik a nyomás a részecske szűrő differenciál szenzoraiban, tehát ebben az autóban benne van a részecske szűrő, egyébként nagyon szép tiszta kipufogó is, illetve jelenleg kikapcsolt állapotban egy 8 bar körül van a nyomás a légkondicionálóban, kint azért ilyen plusz pár fok van, tehát ilyenkor is egy légkondinak, főleg egy mechanikus légkondinak mindenképpen be kell kapcsolnia, megnézzük, hogy ez bekapcsol-e. Megnyomtuk, és azonnal el is kezd emelkedni a nyomás, egyértelműen elindult a kompresszor, és termeli a nyomást, 10 bárnál, sőt 10 fölött járunk már. Tehát műszeresen nagyon jól meg lehet nézni a klímát, például, hogy jól működik-e. Azt gondolom, hogy amikor ez az autó vadi új volt, akkor sem volt sokkal rosszabb, majdnem azt mondtam, hogy vezetési élményre, de hát azért egy ilyen 1-3-as multijettől ne várjunk már el vezetési élményt, de tényleg olyan szépen fut, teszi a dolgát, egyetlen egy észrevétel, mélyen fog a kuplunk. Sokszor akkor van, hogyha utángyártott kuplunk szerkezetet raknak bele, és nem lehet rajta állítani. Tehát meg kell szokni, hogy nagyon be kell taposni, működik, egyébként szépen lehet váltani, csak nem középen fog a kuplunk, hanem jóval beljebb. Ezen igazából csak egy kuplunk szerkezet cserével lehetne segíteni. Nem egy olyan probléma ez, ami miatt én levenném a sebességváltót, nekem nem okoz legalábbis gondot, funkcionálisan ellátja a feladatát. Fogyasztásban, ha ésszel autózik az ember, akkor ilyen 4-4,5 literrel vígan el lehet autózni. Ha sportosabban vezet az ember, tehát kicsit olja neki, akkor azért ilyen 5 liter körül fogyaszt, ami alapvetően azt mondanám, hogy nem is rossz érték, de ha azt nézzük, hogy 1-2 évvel később már meg lehetett venni az 1-6 multijetet, ami egy jóval-jóval erősebb és jobb motor, nem is az, hogy jobb, visszavonom, egy erősebb motor, és mondjuk fél literre leszik többet, mint ez. Sokkal hamarabb választottam volna egyébként azzal, de egyszerűen nem találtam épkézláb állapotban ennél 5-6 évvel fiatalabb kis teherautókat sem dupla áron. Úgyhogy kompromisszumot hoztam, és megvásároltam az 1-3-as multijettel. Azt a feladatot, amire nekem szükségem volt egy ilyen autónál, tökéletesen ellátja. Egyszerű, mint a faék, nincs benne kettős tömegű lenkerék, viszonylag egy golyóálló üzemanyagrendszere van, legalábbis ennyi kilométernél mindenképpen. A műszaki és esztétikai állapota pedig ennek a kocsinak tényleg kiemelkedő, legalábbis a típushoz képest. Árban ezek a kis venek, ezek a kis teherautók ilyen 1,5 millió forint környéken vannak. Ennyiért meg lehet vásárolni egy 5 személyes sima Grande Puntót is egyébként, mondjuk 1-2 évvel idősebbe, de itt ugye a céges környezet miatt fontos volt a kis teherautó jelleg, ezért esett pont erre a választás. Hát ez az én varangyom története, és tanulságú szolgáljon mindenkinek, hogyha autót vásároltok, hogy nem minden órapörgetés, és nem kell mindig feltétlenül hibátlan autót keresni. Ezzel együtt lehet jó állapotú autókat is találni pici pénzért, mint ahogy én is tettem vele. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, hogyha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljátok és osszátok meg minél több barátotokkal. Sziasztok!